kimegyek belőle, haj. Jó, az mindig egy plusz, tehát nem kimegyek belőle, haj. Szaposipos Máté az Egri Szimfonikusok karmestere ad éppen instrukciókat a Tinódi kórus tagjainak, akikkel közösen koncerteznek vasárnap este a 135 éve született Bartók Béla tiszteletére a színházban. Szaposipos Máté úgy fogalmazott, bár játszottak már Bartók műveket, de teljes koncerttel most először tisztelegnek a zeneszerző zsenialitása előtt. Az ember elkezd foglalkozni Bartók műveivel, akkor újabb és újabb világok tárulnak elé, ami az ő zsenialitását így felfedi, de primér módon is lehet szeretni őt, úgyhogy talán ez a legnagyszerűbb benne, hogy nagyon sok rétegű az a tudás és mondani való, ami az ő műveiben megjelenik. A Tinódi nagykórusa már nem először lép fel a szimfonikusokkal, a mostani koncerten 5 Bartók művet énekelnek a gyerekek. Ez az 5 mű tulajdonképpen az 5 egynemű kari mű összefűzése kiszenekari kísérettel. Az első mű a huszárnóta, a ne menj el, a resteknek nótája, bolyongás és a cipősütés. A programon hallható még például a zeneszerző Román népi táncok és Magyar képek című darabja, illetve első hegedű versenye is. A koncert a tavaszi fesztivál programjaként jön létre.